A Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség támogatásával február 2. vasárnapján is várták a szervezők a Tokaj-hegyalja piacra látogatókat a 37-es főút melletti disznóköszőlős birtokon a Sárga Borház körüli térre. Nagy volt a sürgés forgás a pavilonoknál, amelyek között sétálva a vendégek érdeklődve figyelték a kínálatot. A vásárban ez alkalommal a tokai kávépörkölő kávémanufaktúra termékei voltak a középpontban. Az egészséges életmódot folytatók, vagy éppen a gyógyulni vágyók a gombából készített gyógyító örleményből válogattak, míg a gasztronómia iránt érdeklődők a borecetet nézegették. Az adalékanyagok nélkül készített 100%-os alma és cékla léért is többen járnak vissza a piacra. Az egyedi ajándéktárgya készítői, népművészek, mesterek, népi iparművészek kínálata is gazdag volt, amelyből szívesen válogattak a piacozók. A helyi termelők sem panaszkodtak, hiszen hosszasan sorakoztak a vásárlók a mangalica húsokat, sonkát kínáló pavilon előtt. Sajtokból is bőséges volt a felhozatal. A gyerekek érdeklődését felkeltették az édességek. A finom desszertek a manufaktúrában gondosan előállított csokoládék nem csupán szépek, hanem finomak is voltak. A vásári hangulatról az agyagbanda gondoskodott a februári Tokaj-hegyalja piacon.